Sziasztok! Ebbe a videóban egy Watch Dogs kritikát szeretnék prezentálni nektek. Nézzük meg, hogy milyen lett a Watch Dogs Légió. Gyakorlatilag kezdjük megint a technikai részével. Szerintem az engine teljesen szépen néz ki. Minden 2020-as feature tud, RTX támogatástól kezdve az Atya úristen haragját is be lehet rajta állítani. Szóval szerintem magára a kinézetre 2020-ban nem lehet panasz. Úgy néz ki, hogy egy 2020-as gamenek ki kell néznie. Bugok szempontjából itt jön a meglepetés. Aki tudja, hogy nagy isten szokott mana streamet nézni, én gyakorlatilag minden játékban belefutok az összes bugba, eltörik őket, nem tudom, minden szembe szokott jönni, ami létezik. Na most a Watch Dogs-ba egyetlen egy nyambat, huncut bugba se futottam bele. Szerintem nem is az Ubisoft csinálta, kiadták, vagy nem tudom. Szóval ebből a szempontból abszolút csillagos ötös a game. Nézzük akkor sztorira, játékmenetre mi egymásra. Gyakorlatilag a történet az teljesen rendben van. Hogy spoilerezz, ne spoilerezzek, gyakorlatilag egy picit a jövőbe játszódik Londonba. Egy olyan történetet képzeljétek el, nem tudom, kicsit hasonlít a CP-re, elektromos autók, drónok, hacker csoportok, a militáris szervezetek, akik megpróbálják átvenni a kontrollt, korrupció, bűnszervezetek, szóval minden, ami egy ilyen jó kis jövőbe játszódó hangulatú történetben benne szoktak lenni. Aki szereti esetleg az olyan történeteket, amik kitérnek olyan dolgokra, hogy mesterséges intelligencia, az emberi tudat számítógépbe való átültetésétől kezdve rengeteg ilyen történet számon a játékban. Gyakorlatilag talán azt tudnám mondani, hogy az idei év, sőt lehet, hogy nem csak az idei, hanem az elmúlt időszak egyik legdurvábban gyomorba vágó videója ehhez a játékhoz köthető nekem. Nagyon-nagyon durva volt az a történet rész. Utána gyakorlatilag 2 órán keresztül rage üzemmódba gépágyúval lőttem halomra a adott frakcióhoz tartozó enemit, mert kihozta belőlem az állatot az, hogy mekkora egy Istenem, mekkora egy szennyállat az, aki ilyet csinál. Szóval, ja, szerintem a története az teljesen rendben van a játéknak, érdemes végig tolni. Történeten kívül pedig kapunk egy hatalmas open world várost, rengeteg mindent lehet benne csinálni, a rengeteg mindent alatt érd azt, hogy rengeteg mindent. Felfedezni a zónákat, embereket toborozni a szervezetbe, nagyon nehéz olyanokat toborozni, aki úgy néz ki, ahogy te akarod, és jó szkíjei is vannak. Rengeteg mini játék van benne, focizni lehet, dárcozni lehet, mindent lehet, csomagot lehet szállítani, el lehet menni underground bunyósnak, tehát fölsorolni nehéz az a time sync része, amit bele lehet ölni a játékba úgy, hogy nem foglalkoztál egy sorsa a történettel, csak úgymond éled magadat a városba, betörsz helyekre, adatokat szipkázol, pénzt szerzel, ugyanis egy nagyon érdekes része a játékba a pénz, nem autót meg felszerelést tudsz belőle venni, hanem testre tudod szabni a karaktert. Tehát mit tudom én, akarsz venni egy szaros cipőt meg egy nadrágot, az nem lesz drága, de az adott karakteredet róka csincsillaprén bundába akarod, hogy feszítsen, akkor azért vastagon a zsebbe kell nyúlni. Tehát maga ez a testre szabhatósága is brutális a játéknak. Tele van boltokkal egész London, és egyszerűen iszonyat pénzt el lehet költeni arra, hogy úgy nézzen ki a karaktered, ahogy szeretnéd. Nem tudom, nekem egy iszonyat jó élmény volt a játék. Én fölraktam a legnehezebb fokozatra, Iron Man módba minden, így szerintem mindenki próbálja ki így, mert így van tétje annak, hogy elbukod az adott ügynököt, jobban meg fogod esetleg becsülni, ha benézel valamit, akkor nem az van, hogy jó, megvonod a vállad, visszatöltöd,
hanem tényleg, hát nem tudom, számomra legalábbis jobban bele lehet élni magamat a játékba, úgyhogy van tétje a dolgoknak. Nyilván, aki ezt nem szeretné, csak funolni akar, az nyomja normálban, semmi baj nincs ezzel. Csak ad egy kis plusz ízt a játéknak. Maga a játékmenet, a harcrendszer, a lopakodás, iszonyat sok lehetősége van arra egy karakternek, hogy hogyan érvényesüljön. Be tudsz lopakodni, be tudod küldeni a kis drónodat, abból is van vagy 20 féle, be tudsz menni gépágyúval, aztán majd csak lesz valami. Van benne James Bondos karaktertől kezdve John Wick-en át, a utcai bunyóson keresztül, a szerelőn, az öregasszonyon, és a felsorolni se lehet, hány verzióban lehet megoldani egy-egy missziót, ami nagyon-nagyon-nagyon durván üdítően hat szerintem a jelenlegi játékpiacon, hogy úgy vannak megdizájnolva a helyszínek, hogy nem úgy kell végigcsinálnod a történetet, ahogy ők szeretnék, hanem tényleg fölkészülhetsz rá, olyan karaktert viszel, aki olyan dolgokhoz ért, megpróbálsz kis pókrobottal végigjutni az egészen, bemész lopakodsz, bemész lövöldözöl, egyszerűen előtte, mit tudom én, egy olyan helyszínre, ahol mondjuk a helyi alvilág az úr, beszervezel a saját csoportodba szintén egy mafiózót, aki be tud sétálni a területre, anélkül, hogy gyanút keltene, mert hát hiszen hozzájuk tartozik. Tehát egy millió dolog van, amit lehet csinálni. Lehet távirányítani autókat, amivel állhatsz azt a kerítésen, és elütsz valakit. Szerzel egy rendőrségi drónt, és tüzet nyitsz rájuk. Tehát, hogy Jézus Úristen, mennyi minden hülyeséget ki lehet találni benne. Tehát, szerintem borzasztóan jól el lehet vele szórakozni akkor is, hogyha éppen nem a történetre koncentrálsz, csak bizonyos helyszínekre akarsz bejutni. Hát az NPC-k, hogy mennyire okosak, megpróbálják megtalálni nyilván a player-t, megvan a kis bevett rutinjuk, amit csinálnak. Nem tudnák erről szuperlatívuszba beszélni, de azért teljesen rendben van és élvezhető a történet ilyen szempontból is. Szóval gyakorlatilag a végére így összegezve, megmondom az őszintét, nem tudok rá negatív dolgot mondani, mert a történet rendben van, szerintem abszolút érdemes végigvinni. A játékmenet abszolút szórakoztató, a látványvilág grafika szerintem teljesen ott van, bugok nincsenek, szóval, ja, ez egy nagyon kafagém. Tehát bárki, aki gondolkodik és szereti az ilyen mászkálós, open world, story-based, lopakodós, lövöldözős, nem tudom, talán még a GTA-hoz tudnám legközelebb hasonlítani a dolgot, játékot, annak bátran tudom ajánlani a Watch Dogs legújabb részét, mert nem fog benne csalódni. Na, ennyi lett volna a Watch Dogs Légió videó. Mala voltam. Jelezzétek, hogyha tetszett a videó lájkok formájába, és jelezzétek, hogyha nem értetek egyet ezzel az egésszel, szerintetek egy rakás szar, meg különben is bukhalmaz, nyugodtan nyomjál egy diszklájkot, és akkor tudni fogom, hogy neked nem tetszett. No, most van az, amit az előbb akartam mondani már lendületből, de hát ez van, hogyha nem gyakorolja be és veszi fel az ember 20-szor ugyanazt a videót, hogy ennyi lett volna a Watch Dogs Légió kritika. Legyetek jók, ha tudtok. Mala voltam. Sziasztok!